Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! Az Úr Jézus Krisztus születését fogjuk most átgondolni, a szívünkbe forgatni azokat az igéket, amik Jézus Krisztus születését közlik velünk. József és Mária, Mária Józsefnek a jegyese volt, és együtt felmentek Betlehembe egy népszámlálás alkalmából, és nagyon sok ember érkezett, mindenki a maga városába, falujába ment, ők Betlehembe mentek, és ott nagyon sok ember érkezett, sokan születtek ott, hát József is ott született, és együtt elmentek. Hosszú út volt ez, Názáretből elmenni egészen Betlehemig, hát az azért nem volt olyan könnyű út. József gyalog ment a Szamár mellett, Mária pedig a Szamár hátán volt. Szegény Mária már nagyon fáradt volt, nem is olyan könnyű volt a Szamárnak a hátán ülni, szegény már elfáradt is, és ő áldott állapotban volt, vagyis az angyal, Gábriel angyal közölte vele Isten üzenetét, hogy ő a Szentlélek által fogan és egy fiút fog szülni, akit Jézusnak neveznek, és már közel volt a Jézus születésének az ideje, éppen akkor, amikor Betlehembe érkeztek, akkor egyre inkább úgy érezte Mária, hogy most fog hamarosan megszületni a megígért gyermek, Jézus. Este volt, amikor Betlehembe érkeztek. Hát, tudjátok, akkor még nem voltak ilyen nagy utcai lámpák, mint most a napjainkban, hogy ki vannak az utcák világítva, hanem a házak ablakában voltak gyertyák, mécsesek, és azok világítottak, úgyhogy az út is eléggé rögös volt, nem volt olyan síma, mint a napjainkban, hogy beton, meg nem tudom milyen nagyszerű utak vannak, amin lehet száguldani autóval. Akkor bizony még ilyen földútakon mentek, és nehéz volt, fárasztó volt, és este érkeztek oda, és hát nem volt hely, ahol megpihenjenek. Megállnak az egyik vendégfogadós házánál, mert voltak ilyen emberek, akik kiadták a házukat, vagy szobájukat a vendégeknek, ilyen vendégfogadósok voltak. Megálltak egy ilyen ház előtt, ki volt írva, hogy kiadó ez a ház kiadó, bekopogtatott József, hogy hát itt vagyunk, nagyon fáradtak vagyunk, Názáretből jövünk, a feleségem is terhes, és az utolsó stádiumban, pillanatokban van, bármikor megszülethet a gyermek, Jézus. Erre morcosan kilépett az ajtón a vendégfogadós, és azt mondta, hogy hát nincs itt hely, menjenek máshova, keressenek valahol másút helyet. Itt már minden hely foglalt. De hát József mondta, hogy a feleségem,
hogy már nagyon nehéz állapotban van, fájdalmai vannak, görcsei vannak, fájdalmai vannak, hogy nem lehetne, hogy valaki átadja a helyét, hogy az ágyát átadja neki. Nem, nincs senki, nincs, aki megosztana az ágyát, vagy fölkelne és azt mondaná, hogy asszonyom, hát megértem önt, átadom a helyemet is, majd én az éjszakában elmegyek keresni helyet maga. Nem, ennyire önzőek voltak az emberek, hogy Máriának, Jézus anyjának nem adták át a helyüket. Hát mennek tovább, fáradtan, nagyon görnyetten ül ott Mária a szamár hátán, és nagyon szomorú is volt, és hát talán még más helyre is bekopogtattak, de már elfújták a lámpást, a mécsest is, azt mondták, nincs hely, nincs hely. Hát mi lesz? És addig haladtak tovább ezen a földúton, hogy rátaláltak egy istálóra. Istálóra, ahol hát benn voltak a tejenek, a bucik, akik legyezték magukat a farkukkal, és szamarak is voltak ott. Ha rossz kedvük volt a szamaraknak, akkor iáztak a szamarak. Meg hát voltak ott birkák is, bárányok is, meg még kakasok is voltak ott az istálóban, akik aztán hajnalba szoktak úgy 3 óra körül kukorékolnak a kakasok. Tyúkok is voltak ott az istálóban. És volt ott egy jászol, amiből az állatok esznek, és szalma volt benne. És Mária már annyira rosszul volt, nagy fájdalmai voltak, József a karjába vette őt, és belehelyezte Máriát a jászolba. És képzeljétek el, hogy az újszülött, a gyermek Jézus a Betlehem egyik istálójában, a jászolban született meg, a jászolban, szalmán, aztán Mária bepolyálta őt, és boldogok voltak, most már nem voltak szomorúak amiatt, hogy nem adnak szállást nekik, hanem boldogok voltak. József is felemelte mind a két karját, ragyogott a szeme, hogy megszületett az üdvözítő, a megváltó. A Mária szeme is csodálattal nézett az újszülöttre, Jézusról. Valami csodálatos szentség, békesség, fény árad. Úgyhogy, hogy az az istáló átváltozott templommá az Isten dicsőítésének a helye volt. És még elmondom nektek azt, hogy ott Betlehemben ugye nagy legelők voltak, és ott Betlehem határába pásztorok legeltették a juhaikat a késő esti órában, és hát egy nagy meglepetés éri őket, egy hatalmas, fényes személy megjelenik, egy angyal, képzeljétek el, egy hatalmas angyal, hatalmas szárnyával lebegett, és egyre lejjebb jött, és azt mondta a pásztoroknak, hogy ne féljetek, mert el akartak szaladni a pásztorok félelmükbe. Féltek, volt, aki levetette magát a földre, annyira félt. Ne féljetek, mert most egy nagyon nagy örömet hirdetek nektek.
a Dávid városában megszületett az üdvözítő. Megszületett az üdvözítő ma. Ma megszületett. És hogy a csodálatos, egy nagy fényesség vette körül a pásztorokat. Aztán még más angyalok is megjelentek. Voltak angyalok, akik a levegőben repültek, szálltak, és voltak angyalok, akik már leszálltak a földre, és ott szépen közeledtek a pásztorokhoz. Ó, a pásztorok szíve mennyire dobogott, és azt mondták nekik, hogy megszületett, és Betlehembe megtaláljátok egy istálóban. És a pásztorok azt mondták, menjünk el, keressük meg ezt az istálót. Szeretnénk mi is látni. Szeretnénk mi is látni, akiről az angyalok beszéltek. Az angyalok aztán elmentek. Többi a pásztorok nem látták. Csodálkoztak, hogy még ilyet nem láttunk, hogy angyalok szálltak a földre, és arról beszélnek, hogy a várva várt Mesiás, amit Isten népe, Izrael népe, a választott nép, már mióta vár, hány századok óta, hány évszázad telt el, és várták az emberek, és nem jött el, és éppen ma jött el a Mesiás, a megváltó. Milyen csodálatos. Gyerünk, mondták, gyerünk, keressük meg az istálót. Az egyik pásztor azt mondta, gyorsan a nyakamba veszek egy bárányt, aztán a másik is, hogy ő is. A harmadik egy kakast fogott, a negyedik egy pipit vett a kezébe, úgy a magához szorította, és elindultak. És megtalálták, képzeljétek, megtalálták az istálót. Ott feküdt Jézus az anyja mellett, a jászolban. A bárányok lelete is látszott a hideg istálóban, és a pásztorok örültek, csodálkoztak, áldották Istent. Ők is magasztalták Istent, és mondták, hogy hoztunk ajándékot, másunk nem volt, hoztunk egy bárányt. Biztos, hogy örülni fogtok neki, meg hoztunk egy kakast, meg egy pipikét, meg ezt, meg azt, meg a zsebünkbe is tettünk egy pár dolgot, és mennyire örülünk, hogy megszületett az üdvözítő. És ahogy a pásztorok nézték, Jézust fölé hajoltak, Jézus a világ világossága volt, és a fény az arcukra áradt is, és ők bizonyosak voltak abban, hogy ez a Krisztus, az Isten fia, ma megszületett a megváltó.